Tavaly decemberben kapta meg Szekszárd önkormányzata azt a 180 millió forintnyi támogatást a miniszterelnökségtől, amit a temetői utak fejlesztésére nyert a város. Az új utak, valamint a közvilágítás kiépítését, a Béri Balog Ádám utca, az egyik élelmiszeráruház, a Tarcsai utca és az egyik barkácsáruház közötti területre tervezték. Oda még egy körforgalmat is építenének. Ács Rezső Szekszárd polgármestere egyeztetett a Magyar Közút megyei igazgatójával. Arra a megállapításra jutottak, hogy a projekt nem halad megfelelő ütemben. Ezért Ács Rezső a támogatási konstrukció módosítására tett javaslatot, amiben a feladat Magyar Közút részére történő átadása és a támogatás visszafizetése szerepelt. Erre szerintük az elhúzódott feladatok a jövőbeli csúszások elkerülése érdekében lenne szükség. A javaslatot a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen tárgyalta a város közgyűlése. Nem látom olyan a garanciáját, hogyha megtartja az önkormányzat teljes egészében saját tartási körben, bár így legyen, akkor ez a temetői feltáró út meg tud valósulni. Az éjjel Szekszárd tagokból álló gazdasági bizottság azonban nem támogatta a támogatás visszafizetését és a feladatok átadását. A közgyűlés 7 igennel, 8 nemmel végül elutasította a forrás átcsoportosítását. Ezt követően a jelenleg is zajló szekszárdi uszoda építése került napirendre Ács Rezső javaslatára. Szeptember 30-án ugyanis lejár a kivitelezési szerződésben szereplő határidő, amit az építésre határoztak meg. Annak érdekében, hogy legyen uszodája Szekszárdnak, megállapodott a közgyűlés abban, hogy egyeztetnek a kivitelezővel. December 31-éig pedig meghosszabbítják a szerződést. Meghosszabbítjuk a szerződést, de a jobb folytonosság fenntartásával. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kivitelező sem, és az önkormányzat sem mond le semmiféle jogosítványáról, például a kötbérigény lehetőségéről, hanem egyszerűen azt a lehetőséget teremtünk magának, most december 31-ig hosszabbítottuk meg, azt a lehetőséget teremtettük meg ezzel, hogy le tudjuk folytatni a szükséges egyeztetéseket. A javaslatot mindenki megszavazta. A közgyűlésben egyfős többséggel rendelkező Éjjel Szekszárd is. Annak ellenére tették ezt, hogy múlt hét szerdán Bomba Gábor frakcióvezető rendőrségi feljelentést tett az ügyben. Pedig másnap, vagyis csütörtökön Ács Rezső, ő és a kivitelező cég vezetői tárgyaló asztalhoz ültek volna, hogy megvitassák, miért halad lassan a beruházás. Bomba Gábor feljelentése után viszont a kivitelező lemondta az egyeztetést. Bomba Gábor és az Éjjel Szekszárd a mostani közgyűlésen mégis megszavazta, hogy kerüljön sor az egyeztetésre. Sőt, már arról is beszélt, hogy szerinte az úszoda megépítése több pénzbe kerül majd a tervezetnél. Ebbe egyet is értettünk, hogy a jogfenntartási lehetőség most az a megoldás, amivel december 31-ig ki tudjuk tolni a szerződést. Abban is megállapodtunk, hogy két héten belül találkozóra eljönnének, ahol egyeztetjük az álláspontunkat, és utána kerülne sor a kivitelezővel való egyeztetésre. Ezt követően Zsikó Zoltán a Szekszárdi Közművelődési NKFT igazgatójának menesztését tárgyalta újra a közgyűlés. Az előterjesztést Ács Rezső nyújtotta be, szerinte ugyanis felháborító volt az az eljárás, ami során az igazgatót néhány napja kirúgta az Éjjel Szekszárd frakció, majd a helyére a saját korábbi önkormányzati képviselőjelöltjüket, Márcsik Henriettát nevezték ki. Most viszont az Éjjel Szekszárd újra megszavazta az igazgató kirúgását. A Szekszárdi Közművelődési Kft. Ügyvezetőnek Zsikó Zoltánnak személyes adatok vezető tisztségviselő megbízását visszahívással megszünteti. Szekszárdi Közművelődési Kft. Ügyvezetője Másik Henriettát, úgy szintén személyes adatok, 2020. szeptember 24 napjától 2021. január 31 napjáig terjedő határozott időre kinevezi. Illés Tamás arra a kérdésre nem tudott választ adni, hogy miért éppen Márcsik Henriettát, az Éjjel Szekszárd korábbi önkormányzati képviselőjelöltjét nevezték ki a Szekszárdi Közművelődési NKFT élére, és miért nem pályázati úton oldották meg a vezetői kiválasztást. Szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort a közgyűlési döntésekkel kapcsolatban, de ő nem kívánt kérdéseinkre választ adni.